Na csá, Subi, csöt lesz, remélem, hogy betöltöd a Kerr Mechanic Simulator, amelyik nem Kerr Mechanic Simulator, hanem Fer Mechanic Simulator. Hát a piros MTZ-t berontott, berongyolták gyerekek, hát nem. Nem az volt, hanem ez az Z521, vagy Z5211-es, vagy Z5211-es, vagy nem tudom, már többet nem tudok mondani. Nem tudom, Big Badot biztos nem fogunk itt szerelni, mert nem fér be egyébként. Ezzel gondoltam, meg Rábos Tiger se. 29 vagy 2990 dolcsot fogunk azért kapni, gyerekek. Vagyis ennyi a büdzsénk. Hát micsoda dolog. Na, mit kell csinálni? Azt mondja, hogy check the condition of the gearbox and repair it. Az azt jelenti, hogy checkelni kell a gearboxnak a repairitjét. Nem tudom egyébként. Meg az nem tudom, ez mit jelent. Replace all. Valamit ki kell cserélni, gondolom, a szar dolgokat. Meg utána nem, ha megint kell mennünk egy test drive-ot. Jaj. Egyébként egész jó ki van dolgozva az a taptor, nem? Nagyon jó. Egyébként szar össze van karcolva, meg minden. A lámpa. Gyerekek, oda nézd, micsoda tükröződés. És tényleg ugyanaz is van ott? Hát megőrülsz. Várjál! Mi van mögöttem elvileg? Ott kéne bójának lenni. Ott a bója, tesó. Ne viccelj, ez... Nem. Ott meg valami kék van? Jó, nagyon durva, na, nagyon durva egyébként. Jó, oké, várjál, végmetszük nyomunk, akkor eltűnik a dolog, fölösleges dolgok. Aztán, ugye a gearboxot kéne megnézni, a gearbox azt tudjátok hol van, hát itt kell lenni valahol egy csodálatos dolognak. Ugye hát a motor, meg a osztómű között. Ez most olyan kifejezés volt, amit még életemben nem használtam, hogy osztómű, de nagyon sokszor hallottam. Szoktátok mondani, hogy osztómű? Na. Transmission rude. Transmission. Ugye váltó rude. Drudezolt. Váltó rude. Megnézzük a conditionjét, hogy mennyire jó. Szép, szép az a rude, csodálatos. Egy 8-as biliárdgolyó elférne rajt azért. Na. Ugye meg kell nézni mindent, hogy csodásan működik-e minden. Jó, gyerekek? Na, jó. Ez mi? Ez nagy böcek, ezt nem mutassa. És ott a gearboxunk, és ott a gearboxunk, és ott a gearbox, gearboxunk. Itt is TLT, figyelj, ne vagy, mik ezek a kettő, olyan, mint a TLT-k lennének. De nem valószínű. Egyébként ez egy összkerekes tattor? Gyerekek, itt tök jól alá lehet nézni, beszarsz. Nagyon adja. Egyébként nem összkerekes, legalábbis. Ez nem összkerekes lesz, de miért van akkor rajta ilyen brutál kerék? Na. Azt mondja, hogy ez a gearbox, ez valahogy nem stimmel, mert elvileg ezt kellene megcsekkolnunk, és valahogy nem akarja megcsekkolni. A izéhez tartozik? Az NG-hez? Nem is az NG-hez tartozik, álljál meg, more. De ahhoz, hogy én ezt kikapjam, szépen kéne húzni a traktort, nem? Hát nem, hát ezt, hogyha kiveszed, csavarokat megbontod, akkor ez... Ez a traktor, ez szétcsúszik. Meg rá az áram, mondom, valami kapcsoló. Gyerekek, ez eddig is itt volt, most ne haragudjál meg. Ez eddig is itt volt, ez a valami csoda a falon. Elevator. Elevator, lifte! Ott volt-e? Ó, more, hát le kell bújni a Verdának, more. Na most akkor ezt így kívülről meg tudjuk nézni az állapotot, az nagyon komoly, 19%-os, hát ez nem csoda, hogy nem nagyon akart menni, barátom. Na és hogy tudom ezt szétszedni, tesó. Várjál, egyes gomb, kikapom innen. Nem, stimmel. Nem stimmel, le kell bontani róla a mit? A kormányat le kell bontani róla, viszont ahhoz. Gyerekek, olyan profik vagyunk, mint a professzionálok. Na, mindig ugrani akarok, azt nem lehet, várjál. Kapjuk le a kormányt. Gondolom föntről indul meg. Ha, ott van ez egy bublit. Egy csavar fogja a kormány, jó. Egész kormányrúdat 4. Simán, pillanat alatt összedobja képer ezt a verde gyerekek. Kormány nem lesz benne. Jó, és akkor mit kell? Ja, ezeket várjál, ahhoz, hogy ezt le tudjam menni, ugye mutatja, hogy piros ez. És ahhoz, hogy ezt le tudjam menni, le kell menni ezt. De az viszont nem minden elérhető. Na, itt kezd bonyolódni. Ó, nem is olyan rossz. Mert az meg
Azt hiszem, hogy innen elérhető, ahhoz, hogy le tudjam venni. Ezt? Nem kell semmi, csak ez. Aha, már itt most már összetettebb a feladat. Ide-oda kell ugrabugrálni a ezek között. A részegységek között, érted? Mert az, hogy ezt ki tudjam menni, ahhoz ki kell szállnom a kabinból. Meddig ugye egy helyen szereltél. Ha nad Ferike, nézzed meg. A profik vagyunk. Ne hagyjuk a kis pályát. Na, és akkor ahhoz, hogy ezt levegyem, mi kell? Semmi. És ezt még le kell bűtenem innen. Négy csavar fogja, és akkor elvileg a váltót ki tudom venni. Nem lesz ez egy kicsit durva munka nekem? Na, és akkor elvileg a váltó kivehető talán. Várj, fölemelem. Futni akarok mindig, azt se lehet ebben a játékban. Há, nem egy Call of Duty. A mozgás szempontja a buna. Bújjunk el. Bújjunk el. Egyébként egy szerelő, nem is megoldhattátok volna testvéreim. Na. Kapjam le. 200 csavar. Hogy rohagy meg? Tényleg erre kíváncsi összek. A levegőben megáll majd a gép, vagy hogy lesz ez? Szerintem alá lesz bekóva, ezt fogja kiveszni. És bele lehet látni tényleg NG-hez, kuplunkhoz. Kuplunk jó. Meg se néztük. Ja, még nem látjuk. Gyerekek, hova rakom ezt a sok csavar zsebembe? Nem fúj el a szél, nesze. Leszettük be ezzel. Ott a kuplunk tárcsa, paze. Ne viccelj, nézzük már, hogy jó alapotban van. Az már elég kuplunk tárcsa, hallod? 11%-os barátom. És ez mi? Az fogalmam sincs mi. Grinding clutch disk. Na, nézzét, kuplunk tárcsát cseréljünk már. Gyerekek, itt az olajteknő is. Nézzem már meg azt is, ha már itt alatta vagyok. Nem mint hogyha kicserélném, ám jó az nekem. Na, kuplungot cseréljünk. Szerintem erről beszélt, hogy nem ártana. Kuplung leszerelve. Jó. Az viszont meg jó volt. Hát nem döntöm szét az egész motort, mert tényleg röhögni fogtok. Ugye itt a főtengely, meg kettő dugattyú, forgattyúsház, meg minden. Meg minden, ugye. Azt akartam mondani. Ez not check... Várjál, ez de... mi az, hogy not checked? De checkelve van, nem? Ja nem, a hátsót nem checkeltük. Ajaj. A másik diszk is szar. Úgyhogy ezeket szét kéne kapni, várjál. Ezt kihúzom, és a másodikat. Az is fos volt. És megnézem ezt. Itt minden izé van? Csekkeljük le ezt is. Azt a betyárva, itt minden izé van, minden szar. Az igen. Az izé az meg hol van a főtengelyünk? Egyébként jó meg van oldva, itt is például semmi izé van nincs. Nincs semmi olyan, ami beárviszi, lehetne ott egy lyuk, nem? Most miért így csinálták meg? Na mindegy, gyerekek, az a szitu. Akkor ez így jó nekünk, kíváncsi vagyok most ez így a levegőbe szét van döntve. Az igen? Az én a fizika, az whatever. Na! Hát ez most már komolyabb javítási műveletek szükségesek. Megpróbálom, megnézem, mit tudom megjavítani. Meg tudom egyáltalán. Ezt meg tudom javítani. 1800-ért! Gearbox, mennyibe kerül egy új, hallod? 1800-ba csinálják meg. 2500, jó nekünk a megjavított is. Jó nekünk. Na, hát ezek jók. Meg akkor kell nekem venni, mit kellett? Ó, basszus, már inventory. Kell nekünk egy pusher plate-et, ugye egy nyomólap elvileg. Ja, és akkor ezek a kuplunk tárcsák. Ugye dupla kuplunk, kettő kuplunk tárcsa, vagy hogy van? Baszkit. Igen, yeah, akkor a izé kell. Ez az egész belső rész. Nem. Egy darab ilyen. Egy darab olyan, meg egy darab olyan. Jó. Gearbox. Egy darab ilyen kell, ugye? Egy darab ilyen. És egy darab ilyen. Elvileg. Azt mondja. Hát akkor megvan mindenünk? Megvan mindenünk. A végén majd eladok mindent. Na.
Akkor szórjuk össze ezt a verdát, gyerekek. Azt mondjuk. Kettes gomb. Természetesen ezt rakjuk fel. Most ez hogy? Jó, az 87%-os, ott még visszarakok én simán. Most jön a pusher plate. Most jön ez. Attalod, figyeljé! Figyeljé, azért. Milyen nyomatékkal húzzon meg a csavarokat? Mondjátok meg, aztán úgy lesz. Profik vagyunk, elhagyjuk a kis pályát. Ne, hallod, az a rohadt test track ne lenne, hát nem akarok körbe menni. Izé, olyan hangerő, hogy kiszakad a jobb hátyám. Az az egy ne lenne, aztán boldog lenne a keeper. Na, most már tudjátok, hogy hol van a gearbox, vagyis a váltó. A traktorokba. Ugye mindig a motort köti össze a lehajtással, vagyis a tovább az erő, ami leadja a kerekekre, minek nevezik azt. Minek, nem itt mondtam neki? Egyébként ugye ezt nevezik hajtásláncnak. Ami áll a motorból, a váltóból, és utána a különböző differenciálműből, és gyakorlatilag ez azt jelenti ugye, hogy az adja végig a hajtást. Azért hajtásláncnak nevezik. Amikor azt mondja valaki, hogy hajtáslánc, akkor nem azt kell elképzelni, hogy van egy lánc, ami hajt valamit, hanem hajtáslánc, hogy ez egy láncolat, ami ugye a motortól tart egész végig, amin folyamatosan ugye átjut az energy. Na jó van, gyerekek, le kell engednem azt, akkor jó van minden, nem? Visszarakom a kormány dolgokat. Először ugye meg a kabinba kell beszórnom itt a dolgokat. Ez jó volt. Szerintem egyébként a kuplung tárcsára gondolt, hogy szar volt. Igen, ezt nem tudom visszarakni még. Ide. Oké, ide meg visszatudom ezt is. Majd a végén kell visszaraknom a rudat ide oldalra. De hogy minden traktorban ugyanolyan kormánykerék lesz, akkor megbalandulok tényleg. Jó, kész van. Elvileg egy darab alkatrészünk van, ami ide jön ugye. Az meg ezt kell megfogni. Na, mindjárt gyerekek. Két csavar. Nagyon jó. És igazából szerintem készen vagyunk. Hallod? Azért elhagytuk a kis pályát, gyerekek. De ha még egyszer egy ilyen zetort idehoznak nekem, dirib darabra szétszerem. De tök durva, hogy például egy ilyen zetort, lehet, hogy tök meg van csinálva, még egy csomó minden alkatrésze, és nem nyúlsz hozzá. Például ugye a Vladeket is nem sok mindent csináltuk a Vladekkel. Ez hiányzott nekem, gyerekek, meg még ilyen is van. Miért kell körbe menni, amikor mindent megcsinált a kiper jól? Hát, ha elfossa magát még valami, vagy mi? Azért megyek így, mert így nem ordít. De nem tudom miért, biztos jobb fülére süket a csávó. Így nem volt. Micsoda dolog, meg tudtam állni, hihetetlen. De miért kellett ahhoz eljönnem ide? És ezt most az Engine Pro-t kell kipróbálni, ugye? Ja, meg kell állnom. Igazából itt még nem kipa. Hol mutatja az Engine Pro-t? Power, kíváncsi vagyok. Ó, most átjött ezen a hídon, akkor az Engine Pro-t jó. Ott van a felrobbant gázpac műve. Művi gázpac. Teheneket bevitték? Tényleg, én ilyenre beviszik a teheneket, gyerekek. És akkor most itt mi történik? De olyan, mint a folyamatos, hogy furuljázna valaki közben. Jaj. Most itt végigmész. Ha sikerül, ha nem, akkor is mindenképpen megvan a jogsi. És itt kész van minden.
kézom minden, de még mennyi. Még vissza kell menni a hídon, gyerekek. Megnézheted megint, de kíváncsi lennék a történetére annak, hogy az, hogy miért van az ki... Jaj, sajnál. Hogy miért van az kirobbanba. Oda nézzél. Xeonok világítanak, mint a bolond. Kevésbé ordít, nem? Boldog vagyok, gyerekek, de ha még egyszer kapunk egy ilyen Zetort, hát akkor kitér a hitéből a kipör, meg szerintem ti is. Már valami kombányt, vagy valamit is szerelnék, meg valami komolyabb dolgot. De most minek hozzuk ide vissza? Aláírni a papírt. Na, repít. Hogy mi volt oda kiírva? Na, most kíváncsi vagyok, várjuk meg, mi lesz a következő. Kíváncsi vagyok. Ha Zetor, akkor komolyan mondom, elvágom bajozékkéssel az elejémet, az tuti. Tudja, nem bírom én ezt a stresszt. Nem mondod, hogy egy John Deere, gyerekek? Hát aztán, hallod? Jött a Johnny. A Johnny-t kell megcsinálni. Nagyon jó. Valami Swivel Arm-nak kellene a izeit megnézni. És utána meg vezetni vele egyet. Gyerekek, a John Deere. Hát csodálatos. Na, köszönöm szépen a figyelmet szerintem. Aztán akkor innen folytatjuk, jók legyetek. Az előző izénk azok megmaradtak? Kacatjaink? Gyerekek, elsózzuk neki a izéket. Régi kacatokat. Na, sziasztok, jók legyetek!